A Bazinai Görög Lagzi második részének vagyunk a vetítésén, ahol Eleni Korenivel futottunk össze, aki rendezett tulajdonképpen egy apró összejövetelt itt a film vetítés előtt. Mint a belvárosi görög nemzetiség elnöke és édesapám, mint a parlamenti szószóló. Hát egy gondolatot tudok csak elmondani, 3 héttel ezelőtt arra ébredtem, hogy milyen fantasztikus volna egy teljes előadást megvenni, és elhívni a barátainkat. Természetesen a barátaink jelentenek a művészeti, az üzleti, a politikai szférából embereket, és azt gondoltam, hogy csak egy szép estét szeretnék eltölteni ezekkel az emberekkel együtt, és ezért vagyunk itt ma 200-an. A filmnek ugye már nem ez a legelső vetítése, tehát meg túl vagyunk már a premiéren, túl vagyunk az első előadáson. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a filmnek a fogadtatása. Első részről el tudom mondani, hogy elképesztő volt, amikor én magam láttam 10 évvel ezelőtt, én is rácsodálkoztam, hogy hát valójában mi is ilyenek vagyunk görögök, itt Magyarországon élve. Tehát a párhuzam egyszerűen egyenlőek voltunk az Amerikában élő görögökkel. Azt kell elmondani még erről a filmről, hogy ennek a filmnek a megálmodója és producere Tom Hanks felesége, Rita Wilson, aki a nevéből nem tudjuk megítélni, hogy görög, de görög, és őneki köszönhetjük, hogy ez a film, ez az akkori művészfilm megjelenhetett, és a világon a legsikeresebb lett. Említetted, hogy picit olyanok vagyunk, mint a görögök. Ezt milyen tekintetben értetted? Úgy értem, hogy mi, a Magyarországon élő görög nemzetiség, akik ugye a többnyire nagyon sokan jöttek a 18. században, de akikhez például, akiktől én származom, mi a 20. század közepén érkeztünk ide, mi ugyanolyanok vagyunk, mint az Amerikában élő görögök, és ugye ők nem igazán az 50-es években mentek Amerikába, hanem már a 20. század elején. Én gyerekkoromban ugyanazokkal a problémákkal szembesültem, mint Tula az első részben. Nálunk is voltak Arisztotelész szobrok, nálunk is voltak, tehát a görög ember vagy étterme van, vagy utazásirodája van. Hát az én édesapámnak is utazásirodája van. És az én férjem, ő osztrák, tehát neki ugyanezt meg kellett élni a mi esküvőnkön egy ortodox templomban, mint ilyennek az első részben. Most a film, ami talán a legjobban ki van élezve, hogy ez a görögöknek a temperamentuma, a görögöknek a habitusa, az, hogy a család az mennyire szól bele tulajdonképpen a lányunknak, vagy esetleg is a fiúknak a házasodásába, ez mennyire jellemző egyébként az életben? Abszolút, de nem csak a házasodásban, mindenben. Ahogy a film elmondja, nincs magánügy, minden közügy. Mondhatnám én is, ha mondjuk valahova készülök este, hova mész, miért mész oda, miért találkozol vele, ő ki neked, miért akarod. És a legborzasztóbb, hogy az ember nem azt válaszolja, hogy csak megyek, hanem el kell magyarázni, meg kell védeni magadat, hogy miért mész oda. Tehát a görögök habitusa, temperamentumosak vagyunk, de azt gondolom, hogy egy dolog jellemez minket, hogy nagyon elfogadóak vagyunk és befogadóak. Mindenkit befogadunk magunk közé, és ez nagyon-nagyon-nagyon erős nálunk. Azt gondolom egyébként, hogy ez nagyon jó dolog egyébként. Nagyon szépen köszönöm, és hát jó szórakozást kívánok akkor a filmhez. Köszönöm szépen!